Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Izložba i postavljanje vijenca. U Pečuhu su se prisjetili slikara Zlatka Price. Blago podravskih Hrvata i šokaca iz Mohača. Predstavljanje nošnji u Pečuhu. Narodnosni dan predstavio se i ansambl Tanac. Šokci i bunjevci na berbenoj povorci u nošnjima su obišli selo. U Pečuhu su se prisjetili slikara Zlatka Price. Umjetnik je rođen u sjedištu Županije Baranje 1916. godine, a svojim je djelima imao veliki utjecaj na suvremene umjetnike sličnih interesa. Na proslavi bili su nazočni i predstavnici iz Samobora, pobratimljenog grada Pečuha. Narodnosti koje žive u Pečuhu sa svojom tradicijom i kulturom neodvoljivi su dijelovi grada. Zato se u sjedištu Baranje organizira Narodnosti festival, čiji je moto Raznoliko zajedništvo. Događaj je započeo već 2. rujna u Narodnosnom uredu. Znači, u Pečuhu već dosta godina se organizira festival nacionalnih manjina. Prošle godine je prvi puta taj festival organiziran na Sejčenjevom trgu i ove godine ponovo na središnjem trgu grada će se organizirati ovaj festival i ove godine trajat će 2 dana, dakle u petak i u subotu. U petak je otvorena jedna mala izložba ovdje u uredu ovoga nacionalnih manjina grada Pečuha. Izložba je posvećena Zlatku Prici, koji je rođen u Pečuhu 1916. godine i spada među najznačajnije slikare 20. stoljeća u Hrvatskoj. Izložba je zapravo posvećena ovoj jednoj velikoj slici koja se vidi ovdje iza mene, odnosno izloženi su radovi učenika Hrvatske škole Miroslava Krleže na temu Price, odnosno na temu motiva sa Pricinih slika. Kad je Prica imao 6 godina, nakon razvoda roditelja, s majkom se preselio u Zagreb. Tamo je nastavio studij, a onda se s 20 godina prijavio na Umjetničku akademiju. Prvu veću izložbu priredio je u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu u travnju 1941. godine. Nakon rata odlazi na kratko studijsko putovanje u Pariz 1948. Indiju i Brazil 1952. godine. Nakon toga, do kraja radnog vijeka, radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1981. dobio je nagradu za životno djelo i postao izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Intenzivno je izlagao u zemlji i u inozemstvu sve do svoje smrti 2003. godine. Bravo, bravo, bravo! Kao počast umjetniku, vijenci su položeni i na njegovu rodnu kuću. Slikar je učinio mnogo za svoj rodni grad, unatoč tome što je grad napustio kao dijete i ponovno ga je posjetio tek nakon promjene režima. Jedna od najistaknutijih osoba suvremene hrvatske likovne umjetnosti oduvijek je gajila snažna osjećaja prema Pečuhu. U gradu je 2006. godine osnovana zaklada Zlatko i Vesna Prica koja pomaže mlade hrvatske i mađarske likovne umjetnike te njeguje ostavštinu i kulturnu baštinu hrvatskog slikara. Nije slučajno da smo na Pricu baš sad prisjetili. Narodnosti koje žive u Pečuhu predstavile su se početkom rujna na glavnom gradskom trgu. Posjetitelji su mogli upoznati gastronomske specijalitete, glazbu, ples te tradiciju, nošnju i kulturu različitih narodnosti. Između ostalog, Hrvatska samouprava Pečuha pripremila je i reviju narodnih nošnji.
A Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum 1975-ben megkapta a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének bázismúzeuma státuszt, és mint ilyen országos gyűjtési jogkörrel rendelkezik. A gyűjteményen belül a legnagyobb csoportot a szőttesek, népviseletek és más népművészeti textíliák képviselik. A nemzetiségek napjára drávamenti horvát és mohácsi sokac viseletekkel érkeztek Pécsre. A Kanizsai Dorottya Múzeum ugye minden alkalmat megragad arra, hogy a gyűjteményét kicsit az emberekhez közelebb tudja hozni, és ezért nagyon nagy örömmel fogadtuk a pécsi horvát önkormányzat meghívását erre a mai rendezvényre. Ugye a gyűjteményünkben néprajzi és helytörténeti anyagot láthatnak az érdeklődők, amikor eljönnek hozzánk a múzeumba. Nagyon gyönyörű viseletegyüttesek vannak kiállítva a kiállításban, de hát nem mindenki jár múzeumban. Ezért gondoltuk, hogy ami úgymond demonstrációs anyagunk, amit főként a múzeum pedagógiai foglalkozásainknál a gyerekek számára szoktunk használni, tehát a nem leltározott tárgyainkból hoztunk egy viseletválogatást, és hát természetesen aki erre kedvet érez, mert azért ezzel az emberek nem minden nap találkoznak, akkor fel tudja próbálni, és egy kicsit átérezheti, hogy az őseink hogyan jártak. És a másik meg az, hogy szeretnénk tisztelegni ugye ez előtt a nagyon nehéz és kemény asszonyi munka előtt is, ugye, mert a viselet darabokat, tehát onnan, hogy a lent vagy a kendert megtermesztették, ugye a fonalat előállították, megszőtték az anyagot, és abból ugye a viselet darabokat elkészítették, és utána természetesen még kézi munkával ki is hímezték. Tehát ezek egy nagyon megbecsült darabok voltak, ugye korábban anyáról, leányra vagy apáról, fiúra is örökölték, és hát azért valóban ez nem egy olyan dolog, amivel minden nap találkozhat a közönség. Drávamenti horvát viselettel, mint az most itt nagyon jól látszik Vesznának köszönhetően. Úgyhogy erről szeretnénk egy kicsit részletesebb bemutatást, talán kis érdekességeket is, ami nem biztos, hogy mindenki számára ismert, hogy például milyen alsó ruházattal indulunk, hogy épül föl a viselet. Most ez egy fiatal menyecske viselete. Nem a legifjabb kori, mert akkor mondjuk még esetleg fátyol is lehetne fej körüli részen, illetve tehát nem a, hát mondjuk úgy, hogy már gyerekszületés után, tehát hogy egy érettebb menyecskének a az öltözéke látható. Igazából attól izgalmas, hogy nagyon szépen látszik az együttélés, a nemzetiségek egymásra hatása. Akár a magyarországi magyarság, aki a dráma mentén a horvátsággal azonos területeken élt, hogy például az úgynevezett bikla, az feltételezhetően a magyaroktól lett átvéve maga az elnevezés. Tehát maga ez a mell alatt kötött, nem derékon, hanem mell alatt elvágott női alakzat, tehát ez a sziluett, ez így alakult ki, ez feltehetően az együttélésnek köszönhető. Ugyanakkor a szövéshez és a textil technikához való ragaszkodás, a motívumok, a hagyományok, az mind a horvát hagyományokhoz, tehát az őshazából az ide települt horvátság megőrizte nagyon hosszasan. A mai ízléshez képest talán túl tarkának vagy színesnek lehetne nevezni, de ugye a fiatalság, az egészség, az élet, a kedv, az erő, az egészség szimbolikája megjelenik. Tehát, hogy az élénk pinkek, a sárgák, a bordók adott esetben nem összeillőnek tűnő, de mégis egyfajta harmóniát alkotó színesség az megjelenik. Már gyári anyagokkal, ami hagyományosan ugye alapvetően piros, fekete, fehér vásznakkal indul, aztán jelennek meg a sárgák, akár türkiszkékek, élénkzöldek, úgyhogy nagyon izgalmasan alakul ez. Ez egy divat korszak igazából, ami így az egyszerűbbtől a sokkal díszesebbi. Egyrészt szerencsések vagyunk, mert nagyon sok a horvát intézmény Pécset, tehát van horvát iskola, horvát színház, klub, tudományos intézet, az egyetemen horvát tanszék. Tehát egyfelől Pécs egy szerencsés helyzetben van, másfelől mindig a városban kicsit nehéz összefogni a közösséget. Hogy egy faluban mindenki mindenkit ismer, mindenki tudja, melyik az a közönség, amit meg kell szólítani. Itt ez kicsit nehezebben megy, de azt hiszem az ilyen rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy láthatóvá váljon. Fontos, mert ugye népszámlálás lesz hamarosan, és nagyon nem mindegy, hogy a horvát közösség mennyire tudja a népszámlálási adatokban megmutatni magát. Mi szeretnénk, hogy legalább az a 2000-es létszám, ami pillanatnyilag, tehát
10 évvel ezelőtt körülbelül 2000-en vallották magukat horvátoknak Pécset, reméljük, hogy ez most is így lesz. A Nemzetiségek napján a Pécset élő népcsoportok ételkülönlegességeivel, zenéjével, táncaival, hagyományaival, népviseletével és kultúrájával ismerkedhettek meg a kilátogatók. Ensemble Tanac je nastupio na Narodnostnom festivalu u Pečuhu. Za ovu prigodu pripremili su podravske i bošnjačke plesove. Plesni ansambl pratio je orkestar Vigat iz Sant Andreje, koji je izveo i samostalni glazbeni blok. 1988-ban a Pécs környéki horvát falvak fiataljaiból alakult a Tanac néptánc együttes. Elsődleges céljuk a magyarországi horvátok néphagyományainak gyűjtése, bemutatása és megőrzése volt. Emellett a szomszédos országok népeinek táncait is műsorra tűzték, és Bartók művei alapján készült tánckompozíciókat is bemutattak. 2012-ben Baranya kultúrájáért nívódíjat kapott az együttes, és ugyanebben az évben elindultak a Fölszállott a páva tehetségkutatón, és a döntőbe jutottak, ahol a második legtöbb pontot érték el. Aztán következett Pécsváros kulturális nagydíja, majd a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj. 2018-ban részt vettek a Fölszállott a páva Döntők döntője tévéműsorban. A Tanac néptánc együttes is fellépett a Nemzetiségek napja rendezvényen Pécsett. A mi együttesünk neve az, hogy Tanac. A Tanac egy baranyai horvát páros táncnak a neve, tehát egy horvát kifejezés. Mindig be kell mutatni, mert szerencsére mindig vannak új nézők, akik még nem találkoztak az együttessel. Mi most jövőre leszünk 35 évesek, és elsősorban a Pécs környéki horvátoknak a hagyományait próbáljuk gyűjteni, megtartani, bemutatni, feldolgozni, megőrizni és továbbadni. Ma három szám volt, a zenekari számot is számítva, ugye volt egy bosnyák táncok, ezek a környékbeli Szalánta, Kökény, Szemely, Pécs udvar, stb. Falvaknak a táncai. A második a zenekar egy nagyon jó mohácsi válogatást csinált, ugye Mohácson híres tambula zenekarok vannak, és a harmadik rész, most lehet, hogy nem sorrendben mondtam, de a másik tánc, amit táncoltunk, az a drávamenti horvátoknak. Hát ezek a lakócsa, a csiznaverős, azt ismerik sokan talán, mert ez ritkaság a horvátoknál, tehát az ottani Balcs környéki horvátoknak volt a tánca, a másik táncos számunk, tehát a drávamenti táncok. Én azt hiszem, hogy a fiatalokat minden jóba könnyű bevonni. Tehát ha ő azt érzi, hogy itt élmény van, itt jó fejek vannak, társaság van, ő kap valami pozitív élményt, és ez érvényes már a kicsi gyerektől elkezdve, tehát nekünk van gyerekcsoportunk is. Abban a pillanatban, hogyha lépjél kettőt, nem kettő, három, akkor nem lesz semmi. Abban a pillanatban, ha egy élmény, megyünk valahova, és boldogság van a levegőbe, és az éneklés, az tánc, az eleve lehetőség arra, hogy az ember boldog legyen, akkor jönnek a fiatalok is. Ami a nehéz egy kicsit, hogy ugye a mai világban van 10 000 darab választható szabadidős foglalkozás, most hogy abból éppen megtalálják-e azt, ami ennek a hagyománynak az őrzése, és itt gondolok magukra, a úgynevezett nemzetiségi gyerekekre is, az már nem olyan könnyű, de mi reménykedünk. Én már nagyon régóta táncolok, 91. szeptemberében kezdtem el az utánpótlásban, és 92. januárjától pedig a nagy együttesben. Úgyhogy ezt akárhogy számoljuk, ez benne nagyon sok idő, szinte az elejétől. Szerencse az, hogy a fiatalok, ahogy jönnek, így egy állandó taggal találkoznak, tehát én nem érzem azt, még nem érzem azt, hogy annyira távol lennénk egymástól, holott a generációs különbség szerintem igazán megvan köztünk, de mivel ők csatlakoznak, én meg itt vagyok, így talán nem tűnik fel ennyire, vagy nem érzem ennyire. A tánc pedig, hát akik ismernek, azok azért tudják, hogy minden. Minden vagy semmi, itt a minden dominál, én 6 éves korom óta táncolok, és 16 éves korom óta pedig itt a Tanac Néptánc Együttesben, emellett tanítok néptáncot. Nyilván, amikor fiatalabb voltam, akkor még a Józsival is, vagy hát főleg a Józsival gyűjteni is eljártam, most meg csak inkább a tanítás terén. Nagyon jó kis csapat, úgy gondolom, hogy ez a 10, körülbelül 10 fő, 4-5 lány és 4-5 fiú, tehát így körülbelül összesen együtt följöttek, és együtt jöttek 10 hozzánk, egy nagyon jó kis csapatot alkotnak, és nagyon-nagyon jó viszonyunk van velük,
Az előbb említett generációs különbséget én nem, abszolút nem említeném, mert valahogy kiegyenlítődtünk, ők hozták a fiatalos lendületet, mi meg talán át tudtuk adni azt az idősebb kori tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy igen, most újból jó a csapat. Lehet, hogy voltak hullámvölgyek, meg nehézségek, mindig, amikor egy generáció változik, vagy egy generáció elmegy inkább, tehát akkor vannak nehézségek, vannak olyan időszakok, de úgy gondolom, hogy ez a mostani jelenlegi csapat tényleg ilyen, ahogy a színpadon lehetett látni, tényleg mosolygós, tényleg vidám, és hát tényleg így együtt van. A táncegyüttest kísérő és önálló zenei blokkot is előadó Szentendrei Vigad együttest három fiatal népzenész hívta életre. Az azóta kibővült formáció a délszláv népzene dallamait szólaltatja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a tambura, a harmonika vagy a darbuka. Fiatalkoruk ellenére több olyan rangos koncertteremben is fellépett az együttes, mint például a MÜPA vagy a Pesti Vigadó, de rendszeresen muzsikálnak táncházakban is. Mi vagyunk a Vigad együttes, és Szentendréről érkeztünk. Édesapám Eredics Gábor itt Magyarországon a délszláv népzenének az egyik jeles képviselője és művelője, és ő kezdett minket tanítani gyerekkorunktól kezdve, és így alakult ki, hogy mi is tovább visszük ezt a tradíciót. Én gyerekkoromtól kezdve jártam a Vujčić együttes próbáira, nekem ez a zene tulajdonképpen a véremben van, és úgy érzem, hogy kaptam egy olyan önkifejező eszközt a délszláv népzene által, amit aztán tudok hasznosítani, és a közönségnek el tudom mondani, amit szeretnék, és ez a többiekre is ugyanígy igaz. A Tanács Tánc Együttes közös munkát azt nagyjából egy 3-4 éve kezdtük el. Száva József koreográfus úr megkeresett minket, és tulajdonképpen már az első próbán érezhető volt, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Azóta nem csak szakmai szinten, hanem emberi szinten is szoros barátságok kötöttek. Mi minden alkalommal boldogok vagyunk, amikor egy közös fellépésről van szó. Priključili su se i narodnosti bebenoj povorci u Birjanu i po starom običaju su izabrali mladu djevojku i momka koji su nakon ispraćaja kočijom pristigli do mjesta festivala. Povorka s konjevima je više puta zastala u selu gdje su kolom razveselili mladi par. Mladi mađarske plesne skupine iz Vardarca česti su gosti berbenog festivala. Zahvaljujući dobnim odnosima između njemačkih i hrvatskih samouprava u Birjanu, narodnosne skupine koje žive na tom području tijekom cijele godine organiziraju nekoliko zajedničkih programa. U berbenoj povorci za vikend bili su i Šokci i Bunjevci, koji su također obišli selo u svojim narodnim nošnjama. Mi sad trenutno u Šokačkoj nošnji smo, a imaju još u grupi koji su obukli bunjevačku nošnju. Pa godišnje jedan put organiziramo Hrvatski dan i na Hrvatskom danu naši plesači, naša plesna grupa nastupa. Pa nošnje su sasvim drugačije. Ako pogledate, dugačku suknju imaju, isto imaju podsuknju, imaju sad na primjer prusluk, lijepe minjuše i ogrlicu, a naše šokačka nošnje sasvim drugačija, ako vidite onda kraću suknju imamo, čarape isto drugačije, čarape imamo i na primjer i gornji dio isto, sasvim drugačije. I naravno u plesovima isto, šokački plesovi sasvim su ritmičniji, a bunjevački malo kulturnije. Takav je 24.9. organiziramo Hrvatski dan, tamo ćemo nastupati i plus još biće i njemačka samouprava organizira Oktoberfest, tamo isto ćemo nastupati. Ja sam u bunjevačkoj nošnji, ja sam bunjevka iz Gare i naša obitelj uvijek kad imamo Hrvatski dan tu u Birjanu, onda imamo dvije grupe koji plesu bunjevačku, a neki plešu šokačku ili bošnjačku. Ne tako puno, samo onda kad imamo neke programe tu u Birjanu ili u školi, imamo neke folklorne programe i onda tamo. Okupljalište za povorku uvijek je u središtu sela, gdje stižu okićena kola, kola mladog suca i sutkinje, te konjanici. Tijekom povorke postoji nekoliko stanica, a na svakoj od njih mještane i goste oduševljavaju plesom i pjesmom. Mimohod predvodi mladi sudac koji poziva zainteresirane na večernji bal.
Nakon mladaženjenih ispraćaja, povarka kreće prema templom trgu. Plesna skupina mladih Mađarskog kulturnog društva iz Vardarca su stalni sudionici festivala. Sve što trebate znati o nama, došli smo iz Hrvatske, iz dijela Baranja, iz malenog sela Vardarac i pripremili smo jedan mađarski ples i otprilike to je to o nama. Ja plešem od svoje 6. godine i planiram nastaviti još dugih niz godina tradiciju i prenijeti po mogućnosti svoje djeci. Naši preci svako razdoblje žetve zatvarali proslavom. Najčešći takav događaj u žetvene blalove bila je žetvena povorka i bal koji je uslijedio. U Birjanu su mještani sačuvali ovaj stari običaj. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet.